Kedves barátaim, egybegyűltek bajtársaim. Először, ami nincs betiltva, azzal kezdjük. Adjon az Isten! Szép jövő! Nem készültem beszéddel, mert nem is akartunk nagyon beszédet mondani. Arra gondoltam, hogyha Horthy Miklós kormányzó úrunk most élne, vajon ez a mai helyzethez mit szólna? Mit szólna ahhoz, hogy ennyi mindent be van tiltva, amikor így egy sétányt, a nevéről elnevezett sétányt kívánunk átadni? Nem szabad a mellényünket hordani, csak kifordítva. Nem szabad a sálunkat hordani. Amit szabad viszont hordani, a bakancs, pár éve még az is érzékenyen érintette az embereket, a fekete nadrág, a szabad hordani, és fehér inget is szabad hordani. Horthy Miklósról itt manapság nem szabad elnevezni sem sétányt, sem hajót. Vagy ha igen, akkor mindenki vállalja a következményét. A rendőrök nem tudják, hogy vigyázva kell állni a himnusz alatt. Legyenek szívesek, pillanatra. Szeretnénk igazoltatni egy-két szemét, ha lehetséges. Tessék, köszönöm szépen. Személyigazolványokat kérünk előkészíteni. A személyigazolványokat. Ezt nézzük ki. Ezt már egy éves vagyok. Mi az a nézzük? Azt mondja, hogy nekem mi személyazonosságom. Tanáltatok, eljövök át. Eljövök a Horthy sétányra, és hozzá szemlélek. A rendőrök csinálják itt a főhajtást. A fölöslegeset csinálni. Ezeket úgy nem tart pár hónapig még. Ön hova dolgozik, melyik tévében? Csőn a rendőr. Aki végzett, akit igazoltattak, az menjen le a hajóra. Én most jó hangosan lökkérdésem, itt vagyok, tartok mellettem 2-3 rendőr, szerint hát ők félnek, különböző mindig azt mondják, hogy megkülönítsük az egyenruhát. A sajtótájékoztatót ezennel elkezdenénk. A sajtósokat akkor megkérném, hogy foglaljanak itt velünk szembe helyet.